Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban beszélgetünk a közelgő allergia szezonról, valamint elkalauzoljuk Önöket egy rendhagyó énekórára is. Tartsanak velünk! Nyakunkon az allergia szezon. Hogy hogyan lehet megelőzni és csökkenteni a tünetek kialakulását, arról kolléganőm Kovács Szilvia beszélgetett stúdiónkban Mosolygó Éva házi orvossal. Itt van a tavasz, és nyakunkon az allergia szezon. Erről fogunk beszélgetni vendégemmel, Mosolygó Éva házi orvossal, aki hát remélem, hogy sok mindent fog tudni mondani nekünk a megelőzésről, és hát a kezeléséről, ha már ott tartunk majd, de még egyelőre csak köszöntelek a stúdióban. Köszönöm szépen. Szívesen jöttem mindig. Hát most nagyon fontos, hogy itt vagy, mert hát március van, és ha jól gondolom, én is magam is allergiás vagyok, és én azt gondolom, hogy most talán ez a szezon korábban kezdődik. Jól látom? Jól látod. A koronavírus kicsit összekavart mindent, most aztán jelen van minden. Mindenféle légúti kórokozó, influenzavírus is van még, koronavírus is kevés, szorványosan, nem nagy tömegeket érintően. És azt látjuk, hogy kezdődnek az allergiás tünetek is valóban, egy kicsit a szokásostól korábban. Hát ugye szerintem, ha jól gondolom és jól tudom, akkor a mogyoró talán az első ilyen, amire allergiásak lehetünk, úgyhogy akik mogyoró allergiában szenvednek, azok most fel kell, hogy készüljenek. És hát ez ugye kiterjed egészen mondjuk a nyár elejéig esetemben. Na beszéljünk egy picit arról, hogy megkülönböztetünk azért tavaszi és nyári, nyárvégi allergiát. Igen, megkülönböztetünk. Egyáltalán allergiának nevezünk minden olyan túlzott immunreakciót, ami sokkal nagyobb fokú, amikor az immunrendszer olyan túlreakcióval reagál egy külső tényezőre, amire egyébként nem is kellene semmiféle reakciót adnia. Ezek mind allergiák. Aszerint, hogy milyen tünetekben mutatkozik meg az allergiás betegség, aszerint beszélünk leggyakrabban kontaktallergia, ahol a valamivel érintkező anyagra érzékeny és bőrtünetek, kiütések, leginkább csalánkiütés, vagy akár csúnyább újjagos elváltozások jönnek létre, de vannak ételallergiák, nem összetévesztendő az étel intoleranciáról, az egy külön műsort megér, az nagyon nagy téma, de ételallergiák is vannak valóban, ahol gyomor-bérrendszeri tünetekben mutatkozik meg az allergiás jelenség. Vagy vannak légúti, ahol a belélegzett levegővel kerülnek be olyan pollenek, olyan allergének, ami a szervezet túl reakcióját váltja ki. Tehát ez a fogalma, hogy valamire túl erősen reagál az immunrendszerünk. És hogy miért pont arra, és miért pont az az ember allergiás, aki, arra igazi választ még nem tudunk. A vizsgálatok alapján egyértelműen hajlamosít rá szennyezett levegő, a smog, a kipufogó gázok, vélhetően azért, mert hogy maga a levegő tisztasága a normális légzést lehetővé teszi, de hogyha teli van idegen anyagokkal, akkor ott már nem tökéletes az oxigéncsere, és mindenféle torzulásra erősebben hajlamos a légutaknak a nyálkahártyája. A stresszes életmód, a nem egészséges étkezés, a mozgásszegény életmód. Ezekről bebizonyítódott, hogy nagyobb arányban fordul elő ilyen hajlamosító tényezőknél, de hogy pontosan mi okozza az egyes ember egyes allergiás reakcióját, azt nem teljesen tudjuk, hogy hogyan alakul ki ez a folyamat. Az előbb ugye felvetettem ezt, hogy nyári, illetve az tavaszi allergia, az megkülönböztethető, hogy most valakinél csak miért alakul ki az egyik, másik, vagy akár mind a kettő? Csak annyi van, hogy mi az allergén, és az az évnek melyik szakaszában jellemző. Egy picit beszéljünk arról, hogy hát ez egy mai népbetegség, ugye? Abszolút. A korunk egyik népbetegsége. Szerencsére gondolom nem halunk bele, de mindenképpen nagyon bosszantó tünetei vannak, de hogy ilyen már azért régen is volt. Akkor hogy tudtak ezzel foglalkozni, kezelni? A tünetek erőssége a legnagyobb tömegnek nagyon-nagyon sok embert érint, és egyre több embert érint. A legnagyobb tömegben valóban kellemetlen szintet elérő tünetek vannak, de ez egészen komoly is lehet. Ezzel kapcsolatban majd egy tanácsom lesz is, hoztam egy kis szemléltető eszközt. Nagyon érdekes, hogy már az ókorban is találunk írásos emlékeket, hogy az ókorban is jelen volt. Például Hemész, egyiptomi fáraó,
a méheket kellett, hogy elkerülje, mert allergiás reakcióval reagált, vagy Ticianus, aki a virágporokra volt érzékeny, vagy Britannicus, aki az azért nagyon érdekes, mert ő császár lett volna, de mivel allergiás reakciói voltak, szénanáthás tünetei, folyt az orra és könnyezett, ezért nem ülhetett lóra, és ezért nem avathatták császárra, nem uralkodhatott, hanem a mostoha testvérét, Nérót avatták császárra, és hát tudjuk jól, hogy Néró átírta az ókori Róma történelmét. Vagy harmadik Richárd ismerte, hogy tudta magáról, megtapasztalta, hogy az epertől csalánkítéssel ses lesz a bőre, és ezt politikai célú fondorlatokra használta. Szóval már a régi korban is jelen volt, nem olyan tömegben, mint most, és akkor inkább csak az elkerülés lehetősége volt, most is megvan bizonyos allergének esetén, hogy az a lehetőség, hogy elkerüljük, de hát nagyon-nagyon sok allergén tömeg van a környékünkön, amik tipikusan a környezetünkben, amik tipikusan allergiás reakciót váltanak ki bizonyos embereknél, és hát vagy el tudjuk kerülni, vagy nem. De valóban nagyon-nagyon széles, és azt tapasztaljuk, hogy egy-egy embernél, aki eddig egy-két dologra volt allergiás, annak szélesedhet az allergiák köre. Más esetekben azt látjuk, hogy van erősen allergiás év, és van kevésbé jellemzően erős tüneteket hozó év. Szóval nagy egyéni variációk vannak jelen. Hogy a saját példámat hozzam egy picit, mert én szerintem ebből nagyon sok van. Nálam azt hiszem, hogy 20 éves koromban derült ki, de addig is már allergiás voltam szerintem évekkel azelőtt, csak nem tudtam minek betudni, de amikor tudom, jött a nyár, fának az a szöszmösze, akkor volt a legdurvább, hogy nagyon tüsszögtem, és egy idő után feltűnt, hogy ez nem akar elmúlni, nem egy múlón átháról van szó, és akkor ugye egy-két évig ezt így megfigyeltem, hogy na mindig ilyenkor jön, meg már lehet, hogy egy kicsit korábban is jön, és akkor ugye jöttek ilyen vizsgálatok. Mondjuk nálam minden allergén megvan, kivéve azt hiszem a macskaszőr. Tehát, hogy amit akkor vizsgáltak, hát nem tudom, hogy most a vizsgálatokkal hol tartunk. Igen. És azt vettem észre, hogy minden évben tényleg egyre jobban erősödött. És most már, hát ugye nyilván végigjártam én is így a skáláját az összes gyógyszernek, most már eljutottunk tavaly odáig, hogy már szinte semmelyik gyógyszer nem használt, kivéve egy trükköt, de azt te tudod. Igen. És tehát nem tudom, hogy mások is akkor hasonló helyzetben járnak-e, mert hogy nálunk például a kollégáim javarészt nagyon sokan vannak, akik hasonló cipőben járnak, csak van, aki nem tavasszal, igen, hanem mondjuk nyáron. Igen, azt szokták hinni az emberek, hogy jönnek hozzám, hogy allergiások, derítsük ki, küldjem el őket allergiavizsgálatra. Szeretném egy picikét pontosítani, hogy fenntartással, egy kicsi fenntartással odafigyeléssel kell kezelni ezeket az allergiás teszteket, a prick teszteket, hogyha az volt neked, amikor felteszünk néhány allergént próbának akarra, és figyeljük, hogy hogyan reagál a bőr. Egyrészt, ez csak annyi anyag, amennyi elfér mondjuk a karunkon, és millió van a természetben. Másrészt sokszor látjuk, hogy fals pozitív, de az nem azt jelenti, hogy hazudik a bőrünk, hanem azt jelenti, hogy van ugyan, mutat egy teszt esetén nagy töménységben allergiás reakciót a bőr, de a gyakorlatban nem valósul meg. Szóval lehet, hogyha neked ki is mutatta, hogyha kutyaször vagy macskaször allergiád van ez szerint, de igazából, ha találkozol ilyen állattal, ez nem történik meg, és nem mutatsz tüneteket. A legfontosabb tényező az a betegnek a megfigyelése, hogy milyen szituációban, milyen környezetben, minek. Ahogyan mondtad, hogy amikor a nyárfának az a kis szöszmössze, amikor a közelben vagy, ez sokkal nagyobb értékű, mint egy elméletileg sacra feltett prick-teszt. Meg hát mindenre nincs is tesztünk. Szóval azt szoktam kérni első körben a betegektől, amikor először jönnek hozzám allergiás tünetekkel, hogy először csillapítsuk, és figyelje meg, hogy milyen környezetben, milyen szituációban, mivel tudja összekötni, hogy előjön, mert azzal tudjuk megvizsgálni, megbeszélni, közösen megtervezni, hogy el tudja-e kerülni. Ugyanis a kezelés első és a legjózan parasztésszel beláthatóbb része, hogy amire allergiás reakcióval reagálunk, azt kerüljük el. Bizonyos esetekben ezt meg lehet tenni, egy mogyoró bokrot az udvarból ki lehet vágni, vagy volt egy nagyon aranyos esetem, akkor még óvodás volt egy kisfiú a körzetemben, kapott egy kismacskát, és imádta, és rettenetes allergiás reakciót mutatott rá. Én mondtam el neki, hogy sajnos
a macska lehetőségnek lőttek, el kell távolítani, el kell ajándékozni ezt a cicát, és tanácsoltam az anyukának, hogy vegyen egy plüss cicát, és utána, amikor jött hozzám más okokból vizsgálatra, mindig hozta a plüss cicáját, szóval az allergént el kell távolítani. Nagyon aranyos történet volt, azóta már szép nagy fiú ez a gyermek. Jó a történet, mert elkerüléssel nem kell állandó gyógyszerrel elnyomni a reakcióját, hanem elkerüli azt, ami kiváltotta a reakciót. Bizonyos allergének, például a poratka, vagy olyan pollenek, amik óhatatlanul akárhová megyünk, ha csak nem költözünk be egy kerekerdő közepére, de hogy jelen vannak a városi levegőben. És ezzel nem lehet mit tenni, ezért második körben, hogyha olyan az allergén, akkor allergén specifikus érzékenyítéssel, van egy ilyen orvosi lehetőség, csak szakorvos végezheti felügyelettel. Lehet azt az elős allergiás reakciót megmutatni, hozzászoktatni a szervezetet az allergiához. Ez egy különleges orvosi módszer. Ez most az immunterápia? Immunterápia. Mennyi mindent tudsz róla? A harmadik lehetőség, az az általánosan bevált, az antihisztaminok. Ezek okos dolgok, ugyanis az allergiás reakciónak egy pontja, amikor a sejtekből hisztamin szabadul fel, és antihisztaminnal tudjuk ezt a reakciót szépen blokkolni. Kinek ez, kinek az válik be, ahogyan te is elmondtad a történetedben, nincsenek uniformizált kezelések, régen még mellékhatások voltak, álmosak voltak tőle az emberek a régebbi generációs antihisztaminoktól, az újaktól már egyáltalán nem jellemző, lehet mellette vezetni, dolgozni, szóval nem rontja el az életünket, és ha időben elkezdjük az erősen tomboló tünetek előtte egy lépéssel, egy héttel, két héttel, akkor meg lehet úgy akadályozni, hogy ne hatalmasodjon el is, ne okozon erős tüneteket. Ilyenkor mire van szükség? Ugye tablettaforma, orrspré, szemcsepp, ezeket szokták mondani. Igen, a gyermekeknek csepp vagy szirup formában, a felnőtteknek tablettás kiszerelések vannak, és mellette helyi kezelés, az szerint, hogy milyen tüneteket okoz, a szénanáthára szemcseppet, orrcseppet vagy orrsprét, a bőrtünetekre, akinek bőrtünetekkel reagál a szervezete, arra lehet krémet kenni, steroidos, gyulladáscsökkentő reakciós krémet, vagy hogyha a szervezet általános reakciója nagyon nagy, akár életveszélyes, akkor általánosan is lehet adni, vagy kell adni steroidot. Igen. Most megint eszembe jutott egy történet, hogy például, és visszakanyarod egy picit arra, hogy mennyi minden jön elő így az ember korával előre haladottan. Nálam például a jód is becsatlakozott ebbe. Egy kontrasztanyag kapcsán? Először csak volt egy égési sérülés, és azt bekentem jóddal. És utána hirtelen egy ilyen belobbant reakció lett, két hétig tiszta pötty volt. És sajnos nem felejtettem, vagyis elfelejtettem ezt a történetet, amikor egy CT vizsgálatra mentem, és megittam a kontrasztanyagot, és utána, ahogy kiszálltam a gépből, tele volt az egész testem csalánkiütéssel, úgyhogy gyorsan le is ültettek, és kaptam a gyógyszert rá. Igen. Hogy azért néha súlyos esetek is lehetnek, tehát azért gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni ezekre az allergiákra. Igen, elhíresült néhány történet, hál' Istennek, megjelent a médiában mindenhol, hogy néhány esetben akár gyermekek is, azoknak a gyerekeknél, nekem is van egy kislány, egy gyönyörű, lassan már nagylány, akinek mogyoró allergiája van, intenzív osztályon végezte, amikor kiderült, olyan erős reakciója volt, az egyik legerősebb allergén a mogyoró, hogy nyomokban sem, érintkezve sem kaphat mogyorót megenni, életveszélyes állapot lehet, jöhet létre. És az ilyen erős allergiás reakció, aki tudja magáról, annak a szakrendelő ír fel életmentő injekciót. És hogyha valaki, aki először reagál így, és még nem tudja, és még nincs életmentő reakciója, de van valaki jelen, akár egy óvónő, akár egy osztálytárs, osztálykiránduláson volt ez az eset, a lehetett hallani a médiában róla, és ott van pont egy kisgyerek, akinél van életmentő injekció, az használhatja, és szeretném is megmutatni, hogy hogyan kell. Azt hiszik az emberek, hogy nehéz. Nem nehéz, nagyon-nagyon egyszerű. Szerintem nyugodtan mondjuk el, hogy ez az EpiPen injekció, hiszen ez egy nagyon fontos, városunkban is egy nagyon fontos küldetés, hogy minden intézménybe eljutattak most már ilyen injekciót, ha jól tudom, és talán most a legtöbb helyre most kéne. Már ajánlott, hogy legyen mindenhol, szerencsére sok cégnél is bevezetik,
És ugyan teljes áron olyan 20 ezer forint körüli, nem olcsó az ára, de azoknak az embereknek, akiknek bizonyítottan anafilaxiás reakciója lenne valamilyen allergiára, azoknak nagy támogatással, ők nagy támogatással kapják meg, vagy azok a gyerekek, akiknek erre szükség lehet, nagy támogatással írja fel a szakrendelő, vagy javaslattal a házi orvos. Egy ilyen kis stabil, semmiféle sérülést, mindenféle sérülést megakadályozó tokban van benne. Amit lehet tenni, és most én is megteszem, bár ellőni nem akarom, hogy kiveszem ebből, és összesen annyi a tennivaló, két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Ez így már munkaképes, bevetésre kész, ezt a kék kis kupakot, amit így nem lehet, így el lehet távolítani, kivesszük, és akkor így hozzáférünk a végéhez, a fecskendő elsütéséhez. Itt kell vigyázni, mert itt van az a tű, ami a narancsszínű rész visszahúzódásával szabaddá válik, és itt van benne az anyag, egy kis áttetsző ablakon lehet látni. Nem kell öltözködéssel tölteni. Mikor alkalmazzuk ezt? Ha valakit megcsíp a darázs, és látjuk, hogy bedagad a szája, és nem kap levegőt, vagy valami olyan állapotot látunk rajta, hogy ájul el, és ezt úgy feltételezzük a körülményekből, hogy ez egy allergiás reakció. A combba szoktuk tanácsolni, oda a legegyszerűbb, mert az egy jó nagy izomfelület. Nem kell bajlódni, nem kell időt tölteni azzal, hogy vegyük le a nadrágot, nadrágon keresztül is szúrható. Ezért aztán, hogy mindenen átmenjen, az a feladat, hogy egy erőteljes mozdulattal, a kék nélkül ide tesszük az ujjunkat, és még mielőtt elsütnénk, jó erősen belevágjuk a combnak az izomzatába, elsütjük ezt a, nem fáj egyébként, nem kell félni tőle, hogy fájdalmat okozunk, életet mentünk, elsütjük ezt a kis fecskendő részét, és rugósan belemegy az a tű, és lenyomva tartjuk egy 10 másodpercig. Az egyik, hogy ne vesztegessük az időt, a környékére ne nyúljunk, mert akkor a kezünkbe megy az anyag, és azért az egy nagyon kemény hormonanyag, életmentő anyag, hogy ne a mi ujjunkba menjen bele. Tehát ezt a narancsot rávágjuk egy erőteljes mozdulattal a combba, és elsütjük a pisztoly végét, és úgy tartjuk rányomva, hogy benyomódjon a bőre, a lába. Benyomódjon, úgy tartjuk egy 10 másodpercig, hogy az egész anyag azon a vékony kis tűn keresztül beáramoljon a combba, és csak utána távolítsuk el. Figyeljük, és az esetek jó nagy részében ez így elegendő is, és megmentettük az életét annak az embernek. Mentőt hogyha, nem is kell hívni ilyenkor? Nagyon jó kérdés, megnyugszunk, és mentőt hívunk. Uh-huh. Mert ez csak egy pár másodperc, ez 10 másodperc. Kivenni a dobozból 5 másodperc, benyomni 10 másodperc. Még egy percnél sem járunk, és mentőt hívunk. Minden esetben, akkor is, ha rosszabb, rosszul van, és sikerül megmenteni, akkor is mentőt kell hívnunk, intézménybe kell, hogy szállítsák a rosszul lévő embert, akkor is, ha megmentettük az életét. Ez egy csoda dolog, és reméljük, hogy jó sok helyen, egyre több helyen lesz. Azoknál pedig, akikről tudjuk, azoknál pedig ott kell, hogy legyen, azok az emberek figyeljék a lejárat dátumát, a doboznak a végén látható. Hát köszönjük szépen ezt az alapos tájékoztatást. Szívesen. Örülök, hogy megmutathattam, mert félnek tőle az emberek, holott végtelenül egyszerű, nem véletlenül. Ezt úgy találták ki, hogy nagyon könnyű alkalmazni. Ilyen könnyű, ilyen esetekben életet menteni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én szerintem még órákig tudnék erről a témáról beszélgetni veled, de legközelebb is várunk egy hasonló témában. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Rendhagyó énekórát tartottak a Zentai úti általános iskolában. A tanulók a Muzsikás Népzenei Együttes jóvoltából megismerkedhettek a hangszerek világával és különféle népdalokkal is.
Kedden reggel megtelt a Zentai úti általános iskola tornaterme diákokkal. Ezúttal azonban nem mozogni érkeztek a fiatalok, hanem dalolni és ismerkedni a népzenével. Erre pedig egy rendhagyó énekóra adott alkalmat. A világjáró muzsikás együttes zenészei egy pályázat keretében az ország iskoláit látogatják. Egy ingyenes népzenei program keretében szeretnék az ifjúsághoz elvinni a népzene szeretetét és fontosságát. A muzsikás együttes valóban már elég régóta csinálja ezt a rendhagyó énekórát, amibe bekapcsolódhat akármiféle iskola, vagy gimnázium, vagy szakközépiskola, vagy szakmunkás tanuló, ahol 6 és 18-19 év közötti tanulók vannak. Na most ráadásul ez a népzenei program, ráadásul ez ingyenes. Ingyenes, mert a MOL új Európa alapítvány támogatja, hál' Isten. Na most a muzsikás együttes, ugye hát egy világjáró együttes, gyakorlatilag minden földrészen voltunk, rengeteg országban, Kínától, Japántól kezdve, Koreától kezdve, Amerikáig, Európában persze minden országban, Afrikában, Új-Zélandon, Ausztrália, szóval mindenfelé, Kanadában. És klasszikus zenészekkel is volt közös programunk, és így a világ legnagyobb hangversenytermeibe is eljutottunk. Úgyhogy valóban azt vettük észre, hogy a magyar népzene az nagyon hatásos, nagyon fontos dolog, és nagyon odafigyel rá a világ. És akkor gondoltuk arra, hogy na jó, jó, most tényleg röpködünk mindenfelé, meg muzsikálunk mindenfelé, na de otthon, vagyis hogy itthon mi legyen. És akkor indítottuk el ezt a programunkat, hát több mint 900 iskolában voltunk, már énekelünk közösen, csúlyogatunk közösen, tehát rákiabálunk a zene ritmusára, ezt nagyon szeretik a gyerekek, és még a gimnazisták is bekapcsolódnak. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy sikeres, jó program. Fontos, hogy a muzsikás ezt csinálja, mert van gyerektáncházunk, ahol a legkisebbeknek muzsikálunk, van ez, amit az iskolásoknak, és hát vannak koncertjeink mindenfelé. A különleges alkalom során a fiatalok olyan különböző népi hangszerekkel ismerkedhettek meg, mint a nagybőgő, a brácsa, a hegedű vagy éppen a tambura. Az iskola igazgatója azt mondja, mindig nagy öröm, ha színesíthetik az órákat. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a zenei nevelésre. Az élmény maga az, ami a legnagyobb ajándék számukra. Az, hogy együtt vagyunk, az egy másik különlegesség, mert azért ez ritkán fordul elő, hogy az egész alsó vagy felső tagozat együtt van, és az, hogy profiktól tényleg az olyan zenészektől láthatnak hangszereket, népi hangszereket is akár, és kézbe is foghatnak ilyeneket, ami azért énekóra keretében nem valósítható meg. A hangszeres bemutatót követően a diákok közösen énekelték az együttessel az ismert magyar népdalokat, az élmény pedig mindenkinek mosolyt csalt az arcára, így nagy tapssal jutalmazták az együttes tagjait. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra!